Üdvözlök mindenkit itt a Disfranchise Finance Hungry Channel-en újra. A mai témánk az lesz, hogy mint kriptó haladó már, ugye tudod azt, hogy hogyan kell bitcoint venni, hogyan kell ethereumot venni, és mi az elsődleges, első számú exchange, amire neked mindenképpen fel kéne iratkoznod, ugye az a Binance, tehát Binance az a téma. Binance az exchange, az a váltó platform kriptóknak, ami a fő három vagy négy blockchain-t váltja át, vagy főleg használ tokeneket, ugye Ethereum, Bitcoin, Litecoin. És miután ezeket megvásároltad, az ide küldött Bitcoint, Ethereumot, Litecoin mindenképpen itt tudod átváltani a legjobban altcoinokra. Ugye megnézzük a Binance-t, ez egy kínai exchange, és már nagyon régóta jelen van, már így igazából OG exchange-nek tudnám nevezni. Letölthető nyilván mobilra, igazából Chrome-on vagy bármelyik browseron keresztül meg tudod nyitni. Én nekem a wallet meg van nyitva, ugye nyilván telefonon is nem van töltve. Ugye, ha bejelentkeztek, mindenképpen regisztráltak, ez 18 éven felülieknek lehetséges csak. Ide is kell az ID, illetve a személyes adatok konkrétan azért, mert minden lekövethető legyen, és miután regisztráltál, ez eltart körülbelül már akár egy nap is meg lehet az, hogy az első depozitot meg tud tenni egy esetleges Coinbase vagy bármilyen más exchange-ről. Binance-nél ugye megnézzük itt a weboldalán, itt fönt láthatjuk, hogy Binance Buy Crypto a Hungarian Forint, tehát tudsz már a kreditkártyáddal vagy Master Visa kártyáddal azonnali kriptót vásárolni forintról vagy euróról, és platform nagyon szimpla tulajdonképpen, én így szoktam megnézni, van itt egy ilyen, hogy wallet. A walleten belül meg kimutatja ugye, hogy mennyi értékben van neked tokened jelenleg rajta, ahogy látom elég rosszul állok, mert abszolút semmi nincs rajta. Hide balance, show balance, P2P, futures pool, vanilla options, és így tovább, és így tovább. Ugye itt majd mi DeFi-ban főleg a poolokra fogunk beszélni, mint liquidity poolok, de ez majd a későbbi videóban. Ugye akkor a trade-nél tudjuk megnézni, hogy konvertáljuk az esetleges bitcoin vagy ethereumunkat azonnal valamibe, vagy fordítva. Itt ki tudod választani mibe. Ez egy ilyen úgymond swap funkció, nagyon egyszerű, de tudsz is egyébként rendes, klasszikus trédeket bonyolítani, amikor is egy ilyen tőzsde nyílik meg előtted, ahol jelenleg egy Bitcoin US dollar chartot látunk, bal oldalon nyilván a ár fluktuációkat, és az ordereket látjuk, az order bookokat, sell, buy, nyilván ide be tudod írni, hogy mennyit szeretnél vásárolni, milyen árban, és tudsz csinálni akár egy ilyen nyilván buy, sell ordereket limit ordereként berakni. Jó, mindegy, ez egy nagyon klassz, egyébként nagyon szuper exchange, mondom, kínai alapokkal rendelkezik, és nagyon megbízható, én nagyon maximálisan tudom ajánlani. Legjobb áron szerintem itt lehet altcoinokat vásárolni, tehát ide mindenképpen regisztráltok fel, mielőtt még a DeFi világba bele akartok rendesen menni, hiszen altcoinokra lesz majd szükségünk. Ugye Binance, visszamegyünk. Még mit tud? Azt is tudja igazából, hogy notification-eket küld a telefonodra, hogyha esetleg a Bitcoin nagyobb mozgásokat végez, de nyilván be tud állítani magadnak azt, hogy milyen alertöket adjon le neked, hogyha valamelyik specifikus altcoin érdekel. Fun fact az, hogy Binance ugye alkotója ő, a CZ, konkrétan kriptobilliárdos lett, nagyon hamar miután megcsinálta az exchange-ét, olyannyira lett lojális az első ügyfeleihez, akik ide regisztráltak, hogy mikor feltörték a platformját, párszor megtörtént, de nagyon ritkán, de minden alkalommal visszafizette az ellopott pénzt.
itt is volt full refund, 40 millió dollárt sikerült visszaadnia az úgynevezett safety fundból, és akkor alakult ki ez a funds are safe kifejezés, amit itt láthatunk, amiről is van egy nagyon vicces videó, ez a funds are safe. Ezt itt láthatjuk, nagyon vicces. Igen, mindegy, ez a videó nagyon érdekes, vicces, érdeket titeket nézzétek meg mindenképpen. Na mindegy, tehát akkor első lépés nyilván Binance-re regisztráltok föl, itt tudtok a legegyszerűbben vásárolni altcoinokat, menjünk bele gyorsan. Buy crypto, ide be tudod írni, hogy mit szeretnél, és legyen Tron, és ezt ide be is tudod írni, Tron, vagy TRX, TRX, BNB, BTC, Ether. Itt ki tudod választani, tetszés szerint mit szeretnél váltani. Most például Tron Ether chartot nyitottam meg, és hogyha ide átköltöd a Ethereum-odat, akkor ide be is írod, hogy mennyit szeretnél vásárolni, vagy eladni. És fordítva, tehát ezeket mind itt be tudod írni a keresőbe, hogyha nagyon-nagyon haladó vagy, akkor tudsz ilyen advanced chartot megnyitni, ez már egy kicsit professzionálisabb, itt több opciód van, van egy ilyen tutorial, amit most nem érnek el, kihagyjuk. Tulajdonképpen ezek a platformok, mint Binance, Coinbase, nagyon-nagyon jó entry-level exchange-ek szerintem, de Binance az mindenképpen egy OG, mindenképpen egy must-have akkor, hogyha altcoinokkal fogunk kereskedni a jövőben. Ez mindenképpen töltsétek le, és tulajdonképpen bármi kérdés van, nyugodtan a Telegram groupba írjátok be, és 0-24-ben megpróbálok válaszolni, amit tudok, de mindenképpen ez az alapokhoz tartozik szerintem a DeFi-ban, hogy egy ilyen Binance accountod legyen először is. Na jó, hát köszönöm szépen a figyelmet nektek, és funds are safe! Üdvözlök mindenkit!